Ismét átadták a Csongrád megyei fogyasztóvédelemben jeles személyiségek számára alapított csodadíjat. A következő percekben erről láthatnak egy összefoglalót. 2011-ben a Fogyasztóvédelmi Hatóság létrehozta az úgynevezett pozitív listát, amelyre azon vállalkozások kerülhetnek föl, amelynél a hatóság az éves témavizsgálatok során ellenőrzést végzett, és ezen ellenőrzés során jogsértést nem állapított meg, illetve a vállalkozásra az elmúlt egy évben sem terhelő panasz bejelentést nem érkezett, sem pedig egyéb más szankcióban nem részesült a Fogyasztóvédelmi Hatóság részéről. Azoknál a vállalkozóknál alkalmazzuk, illetve adjuk meg a lehetőséget a pozitív listára való felkerülésre, ahol a hatóság hivatalból indított eljárás keretében ellenőrzést végzett, illetve amennyiben a vállalkozás önként szeretne felkerülni erre a listára, akkor kérheti a Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzését. Ilyen esetben soron kívül meglátogatjuk a vállalkozás üzletét, és amennyiben nem tapasztalunk jogsértést, akkor ugyanúgy felkerülhet a pozitív listára, mint az összes többi vállalkozás. A pozitív listás vállalkozások listáját azt a Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján tudják megtekinteni. Ott folyamatosan aktualizálva vannak ezek a vállalkozásoknak a névsora, hiszen ha közben jogsértést tapasztalunk ezeknél a vállalkozásoknál, akkor automatikusan törlődnek erről a listáról. Csongrád megyei vállalkozások közül 140 vállalkozás van fönt jelen pillanatban ezen a pozitív listán.